Egészségügyi perceink következnek. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Iszonyatosan meleg van, ennél még itt a stúdióban is pedig megy a légkondi, igen. Igen. Hát az elmúlt napokban mindenkit érintett, gondolom, a téma itt a kánikula héten, csúcsok állítok, csütörtökön még 40 fok is lehet, csúcsok is dőlhetnek, és hát akkor ilyenkor úgy zedünk, mint a ló, és ez egy jó dolog állítólag, mert hogy erre orvosilag is szükség van. Majd elmondja nekünk erről a véleményét mindjárt dr. Szegő Péter. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye? Tehát, hogy ez kellemetlen ugyan, de kell, mert különben meg megfőnénk a saját levünkben, nem? Már úgy belül. Attól függ. Tehát itt azért annak nyilván nem nagyon van értelme, hogyha valaki kifekszik a strandra, és onnantól kezdve mondjuk a hónaljából a saját tócsájába kerül bele. Az úgy már sok. Plusz vannak olyan testfelszínek, ahol igazándiból se hőleadás szempontjából, se semmilyen szempontból, igazándiból nincs értelme az izzadásnak, és csak zavaró repülést végez. És amúgy egyébként tényleg, aki ettől szenved, az úgy elég kellemetlenül érinti az, hogy foltos lesz a hónalja, hogy nem tud fölvenni egy szűk ruhát, hogy nem tud fölvenni egy mondjuk egy fekete dresszt, vagy valamit, mert ott van rögtön a folt a hónalján, és hát ez egy kicsit tényleg vissza is. Alapvetően itt azt mondhatjuk, hogy ez egy szubjektív kérdés, hogyha valakinek ez problémát okoz, akkor lépjen, nem elsősorban orvosi. Hát bizonyos testtájakon szubjektív kérdés nyilván. A hónaj például egy ilyen terület. Nagyobb felületen igazán nem nagyon érdemes szórakozni a verejtékezéssel, mert ott már van. Ez szükség van rá, nem? Van, tehát a testhűtésében ennek van pontosan, fontos. Igen, tehát a fejtetőn, a homlokon, a tarkón, a nagyobb testfelszíneken, ott muszáj izzadni, kész. Különben, hogyha az ember nem izzad, akkor előbb-utóbb hőguta lesz a vége. Tehát nagyobb felületekről nem érdemes levenni az izzadást, kisebb felületekről, ott, ahol amúgy egyébként hőcsere nem nagyon zajlik, hát el lehet képzelni, a hónaj ez egy olyan felület, ami összefekvő. Tehát ott azért hőleadás nem nagyon van, pont azért mérünk itt is lázadt hőmérsékletet, mert itt el lehet érni azt a maghőmérsékletet, ami a szervezeten belül van azzal, hogy csak szorítom a hónaljat. Tehát ott nem adunk le hőt igazán semmit, tehát ott, hogyha nem izzadunk, akkor az igazán nem káros. De mit lehet tenni ennek érdekében, hogy ne izzadjunk? Van valami olyan orvosi módszer esetleg, amivel ezt meg lehet szüntetni? Van, persze. Ez hát egy ideje most már Magyarországon elérhető, ezt úgy hívják, hogy miradrál kezelés. Nyilván több módszer is létezik. Én úgy gondolom, hogy ez a legeffektívebb, ami elérhető ezen a területen. Ez, ha csak a mérnöki részét nézem ennek az egésznek, ez egy zseniálisan kitalált dolog tényleg. Tehát aki ezt megtervezte, kitalálta, le a kalappal előtte. Kitalálták azt, hogy mikrohullámmal a hónaj bőrét megkezelve a verejték mirigyekben lévő verejtéket föl lehet melegíteni, aztán gyorsan le lehet hűteni, ezt nyilván többször kell ismételni, és emiatt a verejték mirigyek konkrétan elpusztulnak. Hát hasonló, mint a szőrtelenítés, a szőrtűszőket pusztítjuk el ugyanígy? Hát nyilván a fizikai alapjai annak teljesen mások, de igen, ott is a szőrtűszőket pusztítjuk el. Ott mondjuk leginkább lézerrel, ezt mikrohullámmal csináljuk, és hát annyira szelektív az egész, hogy tulajdonképpen a verejték mirigyeken kívül a bőrben nagyon máshoz hozzá se nyúlunk. És hát a verejtékmirigyek, ahogy elpusztulnak, nyilván nem mindegyik, egy 80-90%-uk pusztul el, úgy az a markáns verejtéktermelés, ami egyébként ugye panaszokhoz vezetett problémát okozott, és kellemetlenségeket okozott, az a verejtékezés megszűnik. A bőrnyire... És semmi mellékhatás, hogy bőrpír, meg kellemetlenség. De hát ez azért utána, hogy is mondjam, azokat, akiket megkezelünk, azért utána érzik, hogy történt valami, maradjunk annyiban. Tehát a hónalja... Az csak átmeneti. Bedurran, begyullad, vörös lesz, duzzadt lesz, egyenetlen lesz a bőrfelszín. Mennyi egy bizonyos ideig. Vissza, hogy... Hát maga a kezdeti gyulladás, az pár nap alatt lezajlik utána, és aztán hát mondjuk, hogy az első miradrál kezelést követően körülbelül egy ilyen héttel már érzi az ember azt, hogy markáns változás van a hónajában. Akkor még nyilván hozzányúl érzékeny, egy kicsit egyenetlen a bőrfelszín, talán csomókat is lehet tapintani a hónajban, de ezek szépen elmúlnak. A verejtékezés pedig hát az esetek nagyon-nagyon kis részében jön vissza, az esetek többségében ez egy életre szóló megoldást jelent. Javallat van, csak hogy ki az, aki ebben nem reménykedett, ez ebben a megoldásban? Hát van persze, hogyha ha valakinek mondjuk operálták a hónalját korábban, és hegesedett a hónalja, akkor... Hát vagy érzékeny bőrtípus, nem esetleg az? Ez azért annyira nem. Tehát a bőrrel azért megpróbálunk azért idézőbe téve csínyán bánni, tehát nem közlünk vele több energiát annál, mint amennyi egyébként kéne. De hát van, aki a fájdalmat mondjuk nem bírja, azt el kell mondani, hogy ez egy fájdalmas beavatkozás lenne, ha nem érzéstelenítésben történne az egész. Tehát maga a beavatkozás alatt igazándiból senki nem érez ebből az egészből nagyon semmit. Aztán utána az egész mondjuk egy kellemetlen, kényelmetlen téma, de azért jó, hogy beszélünk róla, de még kellemetlebb része ennek az a verejtékezéssel kapcsolatban, hogy nem csak a mennyiség, hanem ugye egy kellemetlen szaggal is jár ez. Igen. Tehát az egyébként az is normális dolog, vagy annak a mértéke
az például jelezhet betegséget, vagy bármi, aminek jobb utána menni is kivizsgálni, azon kívül, hogy megszüntetjük a hát tünetet. Igazából nem. Tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy a hónajnak, a verejtéknek a szagélménye, az tulajdonképpen egy kommunikációs csökevény. Hát amíg nem nekünk az állatvilágból volt, addig arcunk volt, meg szagunk volt, így van, és akkor ez alapján tudtuk egymást azonosítani. Most hát, mióta elnevezzük egymást, és személyigazolványunk van, azóta kevésbé van szükség, tehát nem ezzel kommunikálunk. Még egyről nem beszéltünk, hogy esetleg más testtájon is lehet alkalmazni ezt a kezelést? Hát papírforma szerint egyre inkább lehet, tehát egyre inkább elterjed az, hogy tenyéren, talpon, egyéb régiókon alkalmazzuk. Itt Magyarországon ez még azért annyira nem elterjed, plusz nekem van egy olyan meglátásom a dologgal kapcsolatban, hogy ott már azért belenyúlunk a hőháztartásba. Tehát azt én már csak kivételes esetekben mondanám azt, hogy csináljuk meg véglegesre, mert még egyszer mondom, hogyha nagyobb testályokon a verejtékezéssel szórakozunk, idézőjelbe téve, akkor azzal problémát tudunk csinálni. Különösen az ilyen meleg nyári napokon, mert egyszerűen a hőleadásnak a mennyiségét tudjuk rontani, a termelt hőmennyiség meg nem lesz kevesebb. Előbb-utóbb a maghőmérsékletünk elkezd emelkedni, és azért abból lehetnek problémák. Nagyon szépen köszönjük, és izzadságmentes, ellemes nyári napokat. Köszönjük szépen. Egészségügyi perceinket látták, hallották. A műsor támogatója az Orvosintézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.